szépség, csodád meg, az élet boldogság, ízlet, az élet álom, tedd valóságra, az élet kihívás, fogadd tedd, az élet kötelesség, teljesíts, az élet játék, játsz, az élet érték, vigyázz rá, az élet vagyom, használd fel, az élet szeretet, add át magad, az élet titok, fejtsd meg, az élet ígéret, teljesíts, az élet szomorúság, győzd le, az élet dal, éneked, az élet küzdelem, harcold meg, az élet kaland, vállal, az élet utalom, érdemeld ki, az élet élet, éljen. Kedves tanáraim, szüleim és diáktársaim! A mai napon végéhez ért az a 8 esztendő, amit a táplálmi iskolában töltöttünk. Ilyenkor azt szokás mondani, hogy milyen gyorsan elrepült ez a 8 év. Valójában ez csak utólag tűnik így. Arra pedig igazából most döbbentünk rá, hogy ilyen hosszú ideig már egyetlen iskolába sem fogunk járni, ilyen sokáig már egyetlen diákközösségnek sem lehetünk tagjai. Soha többé nem érezhetjük magunkat olyan biztonságban, mint ahogy az elmúlt 8 évben, amikor tanáraim és szüleim segítségével sikerült minden akadályt legyőznünk. 8 évvel ezelőtt pici elsősként nem volt egyszerű megtanulnunk a számolást, a betűk helyes kanyarítását, szavak, mondatok, majd szövegek értő olvasását. Máig emlékszünk rá, kik segítettek ezekkel a nehézségekkel megbírkozni. Nem fogjuk soha elfelejteni alsós tanítóinkat, akik kikövezték számunkra a tudás megszerzéséhez vezető utat, aztán következtek a felsős évek. Sokféle tantárgy, sokféle tanár, és mindegyiküktől más-más elvárás. Minket, diákokat nem nagyon vigasztal, hogy tanáraink minden csak azért követeltek tőlünk, hogy felkészítsenek bennünket az életre, arra a bizonyos nagybetűs életre, ami vár minket az iskola kapuján túl. A búcsú percében visszatekintve kezdjük megérteni mindent, ezért bármerre vett majd bennünket a sors, bármivé is válunk, amikor átesszük a szakmunkás vagy érettségi bizonyítványt, később netán a diplomát, egy pillanatra hálával fogunk gondolni a páce is tanárainkra. Most a feladat az övé. A kezdeteknél bálváskodnak, és mire kézzelfogható eredményt érünk el, ők már nem részesülhetnek sikereinkben. Pedig azok a tanítók és tanárok, akiktől most elbúcsúzunk, meghatározó szerepet játszottak abban, hogy további életünkben boldogulni tudjunk, hogy középiskolai és felsőfokú tanulmányainkat siker koronázza, mindig emlékezni fogunk rájuk. És nem felejtsünk benneteket sem, apáccali diáktársainkat, barátainkat, kikkel ezer iskolai élmény köt össze. Bár izgatott örömmel tekintünk a középiskola elé, mégsem könnyű búcsút válni tőletek. Ha a jövő tanévben elhaladok a táplálmi iskola mellett, és benézzük az udvarára, néha majd biztosan szeretnék újra közétek állni. Ismét átélni a szüneteket, amiket itt töltöttünk, a tornaórákat, amikor a pályát fogtattunk, újra játszani a bokrok és fák alatt, elhújva haverkodni, veszekedni, kizékülni. De már máshova visz az utunk, mert az élet rendje az, hogy egyre csak haladjunk tovább új célok felé. Búcsúzunk hát mindenkitől, aki a 8 év alatt az életünk része volt. Köszönjük nekik a tudást, a szeretetet és a barátságot. Köszönjük mindent, amit most magunkkal vihetünk útra valóul. Thank you.
Néktek ragyog ma, tiétek az ünnep, a szó, a könyv, a mosoly, a virág, körétek gyűlik szinte a világ, s mi néktek adjuk búcsúzó szívünket, az életet, mely jutalmat és öntet, s melyben az ember örökké diák, most jelképez a zöld májusi ág. S halljuk reménytől szívetek, hogy lüktet, szép lassúsággal, búson szól az ének, föl-föl repülne, leszáll, tétováz, a sokokot pad, integet felétek. Tán könnyű csordul, nem tudni okát, elszápadva a messzeségben éltek. Csak álom volt a szép fiat világ, s mint pecske alkonyati szélben, ma szárnyat mond egy seregfiát. Kedves ballagó nyolcadikasok, Adjendre szavaival búcsúzom most tőletek, magam és diáktársaim nevében. Vegyes érzések kavarognak bennem, nem tudom, hogy irigyeljelek a titeket, hogy befejeztétek általános iskolai tanulmányaitokat, és sikeresen felvételiztetek egy-egy középfokú intézményben, vagy sajnálja meg, hogy életetek gondtalan szakasza lezárul. Talán vissza se néztek, mikor kiértek iskolán kapuján, mikor sokatok számára a védettséget nyújtó szőfaluból, a városba vezető úton elindultok. 8 évet töltöttetek el ebben az intézményben. Eljött az idő, hogy tovább lépjetek, hogy más helyen próbáljatok szerencsét. Itt az ideje a búcsúnak. Búcsúztok tanáraitoktól, az iskola dolgozóitól, tőlünk, iskolatársaitoktól és a tantermektől. Búcsút vesztek a titkokkal telejött iskolapadoktól is. 6 évesen még szorongva léptétek át az iskola küszöbét, valami új, ismeretlen világba kerültetek. Tanítóitok sok-sok türelemmel vezettek be titeket a betűk és számok birodalmába. 5. osztályban már ismerős tanárok fogadtak benneteket. Segítségükkel bővíthettétek ismereteitek körét. De ne felejtjétek, nem csak a tananyagot tanulhattatok meg tőlük, nem csak tanítottak, neveltek is valamennyiőtöket. Ne felejtjétek az együtt töltött vidám perceket, az eredményes sportmérkőzéseket, az érdekes kirándulásokat, a színes diáknapokat, a gyerekcsíreket. Legyetek büszkék arra, hogy apácai diákok voltatok, és szerezzetek dicsőséget új iskolátokban is, a régi közösségeteknek. Milyen után is szeretettel várunk vissza benneteket, hogy elmeséljétek élményeiteket, és szeretnék, ha megállnátok helyeteket választott utatokon. Ehhez kívánok neked jó egészséget, kitartó szorgalmas munkát, szép diák életet. Soraimat Ákrüli Lajos idézetében zárom. Elbúcsúzom, te ott leszek, ahol a szél zúg a nap nevet. Elbúcsúzom, te itt maradj belőlem néhány. Reméljék, azzal, hogy elvallattok, nem fogjátok elfelejteni a tapácai iskolát,
sok sikert kívánjuk az elkövetkezendő tanulmányaitokhoz és az életet további alakításához is. Ha azt is teljesítitek, elmondhatjátok majd,
életé váltjuk a továbblépésre. Ennyi. Ezzel vége is lesz a kirándulásnak. Befejeződik az apáca is vándorunk. Nem, szó sincs róla. Az az igazság, hogy ez egy olyan ösvény, olyan sura, amelynek van egy konkrét kezdete, azonban onnantól, hogy belevágtál, nincs vége. Ahol életünk végéig kell szorgalmasan, kitartóan tanulni, időről időre újabb ismereteket elsajátítani. Ma, amikor a gyorsan elröppent idő nyomában járva a közös 800 ezerre emlékezünk, ezt a közösséget ünnepeljük. Sokszínű évfolyamotokat, hol valamiben tehetségesek vagytok. Kik a tanulásban, a tanulmányi versenyeken, kik a nyelvek területén, kik a művészetekben, többen a sportban. 8 év alatt összekovácsolódott, önálló és kreatív társaságá válhatok. Még gyermekként ismertétek meg egymást, és az együtt töltött évek múltán lassan felnőtt érve vagytok, amit jelent. A gyermekkor perspektívájából a felnőttség az a szabadság, amikor már azt teheted, amit akarsz, mert senki nem szól bele, és megszabadulsz az iskolától is. A felnőttség azonban más. Felnőttnek lenni felelősség saját tetteinkért, és azokért, akiket szeretünk. De nem jelenti azt, hogy elveszítjük mindaz, ami jó a gyermekkorban, a hitet, az örömre való képességeket, a felfedezés örömét. A ti örömök a tapácai iskola padjaiban fertőzött. Értékmérő pillanatok ezek, hiszen kiderülni látszik, hogy mi iskola mennyit érünk, mennyire tudtunk titeket gazdaggá, szabaddá tenni, azaz mennyire tudtuk felkelteni bennetek az igényességet az igazra, a jóra és a szépre. Éppen a világunk összetett volt, ami ma talán a legfontosabb, a szilárd elkölcs, a közösségben való gondolkodás, a minőségre való fogékonyság. Kedves gyerekek, mivel ma csak a szépre emlékezünk, lázadó korodokról megfeledkezünk. Bízom abban, hogy a lázadás ideje alatt Lengyel József szavai igazolódtak csak. Honok vagyok, és kissé nyugtalantán, de a mindenség suhog lelkem álmán. S ha lázadozva tétem is a partot, mindig tudom, hogy honnan, merre tartom. Kedves Barnagó apáca és diákok! Kívánom néktek, hogy mindig tudjátok honnan, merre tartotok. Tűzzetek ki magatok elé nemes célokat, alkossátok meg a hozzávezető utat, végezzétek el feladataitokat, és érjétek el kitűzött céljaitokat. Kedves szülők! A mai nap az önök számára az örömteli büszkeség ideje. Engedjék meg, hogy tantestület és a gyermekeik nevében is köszönetet mondja, hogy az időnként megízúton mellettünk álltak. Önök tudják, hogy a mai napig mennyi mindent tettek és tesznek a hittáló fiatalok boldogulásáért. Most egy olyan időszak következik, amikor a küzdelmeket egyre önállóban kell megnyitnünk, de ne feledjék, még nagyon sokszor támogatásra szorulnak majd, melyet önöknek és nekünk segítő kezet kell nyújtani. Úgy érzem, hogy azért, amilyennek lesznek ezek a fiatalok, és amilyen lesz az életük, közös a felelősségünk. Kedves pedagógus kollégák! Ti tudjátok, hogy milyen nehéz, de örömteli nevelési feladat volt az itt álló végző diákokat idáig eljuttatni. Köszönöm a tartalmas, türelmes és következetes munkát, amivel a tudás megszerzésére, megbecsülésére ösztönöztétek diákainkat. Köszönöm mindazt a törődés, szeretetet és figyelmet, amit az általános iskolába töltött esztendők alatt tőletek kaptak. Köszönöm a tanulók nevében is, hogy az ő érdekeinket megszemelően szem előtt tartva végeztétek munkátokat.
hallgató diákaim, úton vagyunk, ti is, én is, csak az út különböző pontjai. Az út a költészetben az életnek a szórája. Úton lenni annyi, mint élni. 14-15 évesen még az út elején tartotok, és most egy képzőrkőjük értetek. Magatok mögött tudhatjátok az általános iskolát. Általános, de hát ezzel a műveltséggel mindenki rendelkezik. Sok mindenre nem jogosít, nem is ez a funkciója, a továbblépéshez viszont nélkülözhetetlen. 8-asnak lenni tehát valaminek a végét jelenti, de sokkal inkább valaminek a kezdetét. Most lezár, amitől búcsúzni kell, hovatűnő gyermekével, színes ábrándot. A mérföldkő után az útelágazásban elválnak útjai. S ki kis a maga döntése szerint lép tovább. Hová? Merre? Az érlelődő és pontakozó írás továbbok indul útjára. Új célok, új vágyak ébredeznek, áradnak szét a testben és lélekben, új életelőként, és sodornak mindig előre megfordítani a világot. De ne felejtjétek, itt kaptátok a tudást, amely az életben az egyetlen hatalom. Talán lesz köztetek, aki a hatalmat, akarhat, aki a tudást, s manapság leginkább a gazdagságot keresi. 4-5 hónapja döntöttetek arról, hogyan tovább. De tudjátok, van lehetőségetek korrigálni. Újabb és újabb utánálkozásat érkeztek majd. Amerre tovább felelősség a tiétek, és még egy darabig a szüleiteké is. Aztán már csak a tiétek. Adott esetben, ha nem döntés is döntés, az úton ide-oda sodorba eltelik az élet. Kérem, legyetek tudatosak, ahogy tanítottuk, ne sodorjon benneteket ide-oda a világ. Legyen bátorságotok megismerni önmagatokat, legyen erőtök szembenézni gyengeségeitekkel, legyen kitartásotok egy életen át csiszolni, alakítani önmagatokat. Kívánom, hogy tapasztaljátok meg az értelmes munka örömét, ami tartást ad az embernek. Kívánom, hogy kísérjen el benneteket mindaz, ami javatokra válik az itt töltött évekből. Soha ne felejtjétek, az itt tanító pedagógusok olykor szigorral, de mindig emlékszéggel és szeretettel közeledtek hozzátok annak érdekében, hogy elsajátítsátok a műveltség alapjait, és megkészítsenek benneteket arra, hogy boldogulni tudjatok az életben. Tanártársaim és az intézmény dolgozói nevében őszinte szeretettel kívánom nektek, hogy a jövőbe vetett hittel, bizalommal és akarattal, no meg sok szerencsével lépjétek át a felkomfort küszöbét. Előfeszítéseket kísérje sok siker. Folytassátok a megkezdett vándorokat, és ne felejtjétek, az apáca is öreg diák részt is kötelez. Vasalbert szavaival szólva, szeressétek ezt a régi fészket, a régi iskolát. Sose felejtjétek, ha szükségetek van jó tanácsra, segítségre, jó szóra, ha meg akarjátok osztani sikereiteket, örömeiteket, vagy ha csak meg akartok pihenni a régi kedves helyen, községünk Táplán Szent Kereszt, az apácai iskola, a régi fészek visszavár. Sikereket kívánok nektek az életben, kívánom, hogy az elképzelt célhoz vezető úton haladhassatok tovább. Isten veletek! Thank you.
Itt leszek. Leszek. Itt leszek. Richard. Itt leszek. Ben. Itt leszek. Thank you.
2016-17-es tanév végéhez. Szinte hihetetlen, hogy is
ismét véget értek Tani, melynek napjai most visszagondolva a gyors vonatsebességével szápuldottak át. Ezen a szápuldó vonaton ült a tudás, érdekes tanórás, a gondolkodható házi feladatok, az öröm és a siker, és persze jutott hely a csalódásnak, a gondoknak is. A tanév vége a számadás ideje is. Valaminek a lezárása előtt mindig visszatekintünk, mi is történt. Mérlegeljük az eredményeket, és a kell új célokat, feladatokat tűzünk ki magunk elé. Álljunk most itt először is néhány statisztikai adat számadásként. Intézményünkben összesen 318 tanuló 19 osztályba sajátított el a 21. századi műveltség alapjait, ebből helyben 220 diák tanult 11 csoportban. Magatartás átlagunk jó, 4,6%, szorgalmi átlagunk 3,81%, tanulmányi eredményünk átlaga 4,2%. A 182 tanítási nap alatt talán az első osztályosoknak volt a legtöbb feladata, akik Gabi és Hajni tanítónénik segítségével megtanultak írni, olvasni, számolni, közülük sokan dicséretesen. Csak így tovább, hiszen tudjátok, a tanulás vezet a tudáshoz, a tudás az emberi szabadsághoz. Tudással az ember mindent elérhet. Sajnos, három tanulónk ezt még nem jegyezte meg, nekik nem sikerült júniusra teljesíteni a nemzeti alaptanszert által előírt követelményeket. Ketten közülük a nyári szünetben pótolhatják elmaradásukat. Örömmel tölti el szívünket, hogy a mai alkalommal 46 diák visz haza jeles vagy jó bizonyítványért könyvutalmat. Jó érzés azt is tudni, hogy egy tanuló kivételével van, amennyi diákunkat szervezték a középiskolába. 26 ballagó tanulónk közül 6-an gimnáziumban, 11-en szakgimnáziumban folytatják tanulmányaikat, a többiek szakiskolában bővítik majd tudásukat. Jók a visszajelzések a középfokú tanintézményekből, az apátai diákok még a magas követelményeket állító gimnáziumokban is megtartják tanulmányi eredményeket, sőt többször javítanak is azon. Megjegyzem itt a mostani hetedikesek számára, hogy érdemes jól tanulni, hisz az idei felvétel is az bizonyítja, hogy csak a legjobbak tudnak bekerülni még most középiskolába. A bizonyítványra mindenki láthatja az elvégzett munkaeredményét. El lehet, és el is kell gondolkodni azon, hogy mindenki megtette mindent annak érdekében, hogy a lehető legjobb teljesítményt hozza ki magából. Hogyan folytatja a következő tanévet. Bizton állíthatom, a szorgalmas és kitartó munka mindig meghozza eredményét, gyümölcsét. Az iskola adjon élményeket hangzott el tanévnyitó beszédelben. Csak néhányat emelnék ki ezek közül, hogy felevelezjenek mindennapi programjaink, sportnak, Mártonnak, egészségnevelési témahív, adventi készülődés, pénzhív, digitális témahív, gyermeknap, rendkívüli osztályfőnöki órák és az érdekes osztálykirándulások. Nemzeti és iskolai ünnepeink méltó megünneplése. És gondolom, a sort még mindenki tudja kiegészíteni az általa legemlékezett esetekkel. Az iskolai és nemzeti ünnepeink, és itt egy pillanatra megálljunk, a tanévnyitó, a tanévzáró, a ballagás, kötelező ünnepek. Igen, az iskolában vannak kötelező programok és tanulói kötelezettségek, amik sokszor a gyerek azért nem vesz komolyan, mert a szüleitől is úgy látja, nem fontos. Persze majd fontos lenne, és jó érzés, ha az ő ballagásukon az egész iskola felsorakozna. Kérem, valamennyi diák szüleit, legyen fontos az önök számára is minden iskolai esemény, és ezt gyerekeik felé is mutassák ki. Legyen valódi közösségi munkaszint tele iskolán. Ebben a tanévben is
világon túl számtalan versenyen vettünk részt. Csak a legfontosabbakat emelném ki. Tiszteltel kérem kedves vendégeinket, és titeket gyerekek, hogy majd csak a felsorolás végén fejezzétek ki gratulációtokat a gyerekeknek egy tapsal. A Madarak és Fák napi megyei versenyen a Kovács Patrik, Roglanics Bálint és Kulvai Mátyás összetételi 7. évfolyamos csapat első, az országos versenyen 4. helyezett lett. Felkészítő tanárunk Bócán József. Ugyanezen a megyei versenyen 3. helyezést ért el a Bokorra Lentet, Németh László és Sarkadi Máté összetételi csapat. A Felsőműki Nagypál alsótagozatos koncert tanulmányi versenyen matematikából Szabó Zoltán 3. osztályos diákunk első helyezést ért el, felkészítő tanára Törökné Ferencéval. Ugyancsak a Felsőműki Nagypál iskola által gondozott körzeti versenyen matematikából Gál Bence 4. osztályos tanuló 2. helyezést, a Bendegó matematikai versenyen 4. helyezést ért el, felkészítő tanárai Horváthné Péter Veronika és Kámán Zsuzsa. Ugyancsak a Felsőműki Nagypál alsótagozatos koncert tanulmányi versenyen Kis Ábel Gábor első osztályos kisdiákunk Szép Virágból 4. helyezést ért el, felkészítője Borosné Pető Gabriella tanítónő. A Zrínyi matematika versenyen Horváth Marcel 7. osztályos diákunk megyei 17. helyezést, míg Gál Bence 4. diákunk 10. helyezést ért el. Felkészítő tanárai Németh Ferkel Bernadett, Horváthné Péter Veronika és Kálmán Zsuzsa. Iskolánk legeredményesebb tanulója ezen a versenyen Gál Bence, kérem, hogy tanáraival együtt vegye át könyvjutalmát. Kapui András, 5. évfolyamos tanuló, 5.
Sarkadi Olivér 5. osztályos tanuló 4-re, Teleki Monika 4., még Gárszár Marcel 6. helyezést ért el a megyei fordulón. Mindketten 6. évfolyamon diákok. Felkészítő Májerné Sebestén Andrea tanárnő. A Belfeltúz Matematika verseny megyei 6. helyezett tanulója, Kis Bianca 6. A-osztályos diák lett. Felkészítő tanára Lachner Judit. Az Apácai Olvasás verseny megyei 5. helyezését Gál Bence 4. évfolyamos diákok hozta el. Felkészítő tanára Regész Gyármes tanár. A Miért szeretem az iskolát elnevezési futópályázaton Bindó Levente 6. A-osztályos diákunk alkotása 2. helyezett, míg Takács Bence 6. B-osztályos tanulók fotója külön díjas lett. Felkészítőjük Ihász Kozmos Barbara tanárnő. A Siker nekem is elnevezési ügyességi versenyen. A 3. és 4. évfolyamosok 1., míg az 1. és 2. évfolyamosok az 5., a 6. évfolyamosok 2. helyezettek lettek. Felkészítő tanárok Babis Kinény Kozma Teré. Az iskolánkban hagyományosan immár évek óta zajlik a legjobb versenye. Az idei esztendőben az iskola legjobb diákja címet és az Apácai díjat Gál Bence 4. osztályos tanuló nyerte el. Köszönöm a szülői munkaközösség mintáját, külön köszönöm Feketi
szeretnének kiskor Eszternek a szervezet elnökének, hogy az idei évben is aktívan támogatták programjainkat. Kérem, hogy egyszer világ átvételével fogadják köszönetünket együttműködésükért, segítségükért. A virágokat Kálmán Attila, az intézmény 2017-18-as tanévben megválasztott diákigazgatója adja át a diákok és a nevelőtestület nevében. Kérem, aki hallja a nevét, fáradjon ki. Feketényi Kiskor Eszter.
Kérem a kedves szülőket, hogy aki nem volt, mint adját, majd a virágot és az emléklapozáinkat. Kedves kollégák, köszönöm egész éves nevelő oktató tevékenységeteket. Jó volt látni a sok törődést és szeretetet, melyel tanítványaitokat oktattátok, neveltétek ebben a tanévben is. Ebben a tanévben vonult útjába intézményünkből Mészáros Tiborné kolléganő. Ő az, aki több évtizeden keresztül gondoskodott arról, hogy intézményünk tiszta, rendezett legyen. Nem csak takarította, hanem folytonosan szépítette a tantárgyakat, az aulákat, gondozta virágainkat. Nyugdíjas éveire jó egészséget, pihenés és örömteli esztendőket kívánok. Kérem, fáradjunk ki! Kérem, fáradjon ki! Sajnos ő nincs itt, majd
tettük szépére a világot. És egy másik kötelességemnek is szeretnék eleget tenni. 7 évig támogatott a munkát a Kánaan Zsuzsa igazgató helyettes, aki ennek a tanévnek a végén lemondott megnyitásáról, mert azt mondta, hogy a nyugdíj előtti 3 évet jutalomjátékként szeretné megélni, és semmi más nem szeretne, csak diákokkal foglalkozni és tanítani. Az adminisztrációs terheket másra hagynám. Sajnálattal, de természetesen tudomásul vélező döntését egy csoportvilággal szeretném megköszönni. Egész eddigi tevékenységét, támogatását. Köszönöm szépen, és egy nagy testot kérek. Az 5. A osztályból példamutató magatartás helyét és
ötödik félosztályból példamutató magatartás helyett és kitűnő tanulmányi eredményét Mokor Janka Búzás Emítő, kitűnő tanulmányi eredményét Fakui András diákjai. Kívánok mindenkinek kellemes nyarat, jó pihenést!